múlt, a jelen és a jövő egy szövetséget alkott. Tehát azt tudni kell, hogy valaki honnan jön. De én ilyen szempontból fontosnak tartom azért a családi szülői hátteret. Mit kap az ember otthon? Egy stabil családi közösségből jön, ahol a szülők egyfajta példaképet, példakép is lehetnek, és mondjuk, a szabad így mondanom, nekem nyilvánvalóan egy olyan szerencsém volt, hogy a szüleimre majd is fölnézhetek. Noha nem volt könnyű életük, mert a szocialista időszakban a 60-as évek, vagy az 50-es évek vége, sőt még a 70-es évek se voltak a gyönyörnek az évei, nagyon sok nehézségük volt. Szokták mondani, van-e valakinek gyerekszabálya, vagy nincs. A gyerekszoba az azt jelenti, hogy megtanítják a gyereket arra, hogy az asztalnál hogy kell ülni, hogyan kell viselkedni, és amikor felnőttek beszélgetnek, akkor üljön nyugodtan ott, de ne legyen főszereplő, de figyelje az idősebbeket, de őrás figyeljünk rá. Tehát ez a gyerekszoba, ez egy nagyon fontos dolog. Aztán azt gondolom, hogy nagyon sokat számít az olvasás. Mixát Kálmán nagyon szerettem, mert rendkívül szellemesnek tartottam az írásait, és mindig szívesen olvastam, mert volt benne humor. De, de amikor az ember aztán már kicsit felnőttebbé válik, akkor már más irodalmat szeret olvasni, Bulgakov mester és Margarettáját és akkor az egy nagy élmény. De azt, mind, azt mondjuk 12 évesen hiába olvasom el, mert 14 évesen nekem nem értem meg, hogy mi, az annak a lényege. Tehát mindig tudni kell, hogy a gyereknek milyen könyvet kell adni, hogy na ez az a korszak, amikor ezt el kell olvasnia. Tehát maga az olvasás, a könyvnek a szeretete, az nagyon háttérbe szorult nekem, meg van egy jó könyvtáram is, nem vitatom, és gyerekkoromtól kezdve engem úgy neveltek, hogy a könyv az, az, az a játék, idézjelbetéve, persze csak idézjelbetéve volt játékom, de a könyv az egy nagyon fontos érték igazából, és az az, ami szellemet ad, hogy ami volt érték, azokat tulajdonképpen sokszor kidobjuk. Mondok egy konkrét példát. Amikor egyetemista voltam, akkor nekem volt egy indexem. Az az index az egy nagyon fontos dolog volt, mert abból vártam én a tanárhoz vizsgázni. És akkor az indexet mindenki nézte, és akkor benne a tanárnak az aláírása, és akkor büszkén vitte az ember, vagy éppenséggel, szomorúan, hogy miért kapott ki egyet. Ma nincs index egy hallgatónak. Nekem megvan de édesapámnak az indexe, és a saját indexem. Hát ezek majdnem is a kézbe eszem, akkor látom, kik voltak a tanárok, és eszembe jut egy csomó olyan dolog, ami gyakorlatilag személyessé tette ezt a dolgot. Nagyon fontos, hogy egy fiatal az kapjon egy megfelelő buzdítást, tehát egy elismerést, egy, hogyha valami jót csinál, akkor kapjon érte dicséretet, akkor legyen önbizalma. De önbizalma csak akkor lesz valakinek, hogyha kap dicséretet, tehát elismerést kap persze a felesleges önbizalom is rossz, tehát ami nem, ami nem valós. Tehát itt a valós dolgokról beszélek, és a nagyon fontos. Nekem is a saját értelme voltak kudarcaim, és voltak ö, ö, eredmények amikor kudarcos időszakon volt, akkor nem éreztem jól magamat, mert sose tudtam pozitív lenni. Amikor viszont kaptam pozitív visszajelzéseket, az mindig erőt adott és tovább tudott vinni. Amikor egy olyan iskolát ott hagytam, ahol csak kudarcok voltak, nem éreztem jól, beskatujázták az embert. Ez ismeri ezt, hogyha valaki kap egy, elfogadják mindig, hogy ő közepes, onnan az életben nem fog tudni esetleg kijönni, és ő mindig közepesnek lesz kíván tartva, független attól, hogy mindig voltak nagyon jók, csak ő a közepes. Iskolát váltottam, és ugye ott bekerültem rögtön a legjobbak közé, és azon a szárnyakat adott, önbizalmat adott, és volt kedvem tanulni. Tehát onnantól kezdve már ment a dolog magától. A Kőrösi Csama Sándor gimnáziumban mentem át, mindig mondom, ez volt a KCS, külvárosi csavargók sulija. De hát ettől függetlenül ez egy rendkívül jó iskola volt, Egyébként a kis László is oda járt például, ugye a szegedi családi püspök, akivel jó barátságban is vagyok, de hát kiderült az, hogy paralel osztályban járt, tehát én a 4D-be, ő mondjuk a B-be, meg odajárt Eszterházi Márton, aki futbalista volt, meg nagyon sok érdekes emberrel voltam, és egy nagyon közösség volt hozzá kell tenni, ez nagyon nagy buzdítást adott az előző iskolában, az egy ilyen pártkádere vezette, nagyon rossz szellemiség volt, és én ott el voltam könyvelve egy ilyen továbbtan és alkalmatlan gyereknek. Tehát ehhez képest azért mégiscsak sikerült valamit elérni, de ez attól volt, hogy kapott az ember egy pozitív impulzus. Tehát eredményt el kell ismerni. Nekem meg mindig az volt a alapelvem, hogy addig járok egy munkahelyre be, ameddig jól érzem magam. És én ezt várom el a saját kollégáimtól is, hogy addig jöjjenek velem, amíg jól érzik magukat. Ha nem érzik jól magukat, akkor nem szabad velem dolgozni. Ma mit lát egy fiatal? A fiatal azt látja, hogy ho -ho, Hát itt mennyi gazdag van. És a fiatalok szeretnének minél hamarabb gazdagok lenni. Tehát az a türelmetlenség, hogy 24-25 éves korban nagyon sokan úgy gondolják, hogy azonnal kell mindent megszerezni. És ez egy veszély, ez egy betegség szerintem, mert oda kéne figyelni, és mindennek rendelt ideje van. Az embernek el kell mondani a saját gyerekének is. Hozzá kell tenni, hogy fiam, step by step haladunk az életbe, mert mindennek van egy rendelt ideje. Az igazság, hogy az igazság, Shaioga a yoga. az nem mindig párosul. Mert ugye szoktuk mondani az, hogy igazság szolgáltatás, vagy jogszolgáltatás. És ez mindig egy örök dilemma. Hogyha az igazság és a jog között túl nagy a szakadék, akkor komoly gondok vannak egy társadalomban. És ugyanígy van, tehát az életben az igazság és a jognak valahol közelednie kell. Sose fogja százszázalékosan találkozni, mert ez nem működhet. Nem volt olyan időszaka a történnek, amikor az igazság és a jog találkozott volna. Ez olyan, mint az egyik Egyén és a közösségnek a viszonya. Ugye, mert ez is pont ugyanolyan. Tehát az egyén és a közösség, hogyha nagyon eltér az egyén és a közösségnek a, a viszonya, akkor ott komoly gondok vannak. Tehát egy egyénnek jól kell érezni magát a közösségben. Igen, ám csak ez nem olyan egyszerű, mert az individuumot tisztelni kell, mert minden embernek van egy sajátja, azt lerombolni nem lehet. Tehát ezt a harmóniát hogyan fogom megtalálni az egyén és a közösség között, ez egy művészet ahogy egyébként Ravasz László mondta, hogy a, ugye a, a, közösség egyéniség nélkül az egy nyáj. Tehát ugye gyakorlatilag az egy értelmezhetetlen dolog, viszont hogyha csak az egyéneket nézzük és a közösséget nem, akkor az egy anarchia. Tehát ennek a megtalálása, ezt hogyan fogom összhangba hozni, azt gondolom, hogy a 21. századnak a nagy kérdése, nem csak 21. hanem a korábbi századokban is ugyanígy fölmerült ez a kérdés. Thank <laughs> you